A miniszteri kabinet február végén engedélyezte a védőoltások felvételét a gyógyszertárakban. A döntés egyenlőre csak az influenza elleni vakcinákra vonatkozik. Ahhoz, hogy a gyógyszerész beadhassa azt, a patikának licenzel, képzett személyzettel és speciális helyiséggel is kell rendelkeznie. Egyenlőre azonban nincs pontos rendelkezés, a részletekre vonatkozóan még tartanak az előkészületi munkálatok. A gyógyszertárak működését érintő kormányrendelet annak kihirdeti, ésétől számítva, három hónap múlva lép érvénybe. Azok a gyógyszertárak, amelyek megkapták az erre vonatkozó engedét, közvetlenül a védőoltás megvásárlása után beadhatják azt a páciensnek. Ehhez megfelelő berendezéssel, eszközökkel, képzett személyzettel kell rendelkeznie. A kormány egyszerűsítette a gyógyszertárak számára a védőoltás beadására vonatkozó licenz megszerzésének követelményeit. Arról, hogy a gyógyszerészek is hozzáférést kapnak, az elektronikus egészségügyi rendszerhez egyelőre nem esett szó, fogalmazott a szakértő. Az influenza elleni védőaltások jelenleg az ajánlott kategóriába tartoznak. Ezeket ingyenesen csak az egészségügyi dolgozók és a veszélyeztetett csoportba tartozó személyek, például a gyermeket váró nők és a krónikus betegek kaphatják meg. Az egészségügyi minisztérium nem végez központi influenza elleni védőaltás beszerzést. Ezeket leggyakrabban adományként kapja meg Ukrajna a partnerországokból. V... A jelenlegi járványszezonban 2750 influenza elleni védőoltást vettek fel a megyénkben. Ebből 98-at az elmúlt héten. 437 személy a veszélyeztetett csoportba tartozó idős és krónikus beteg volt. Továbbá 1363 gyermek, terhesnő és egészségügyi dolgozó kapta meg a vakcinát. 950 kárpátaljai lakos önként kérte a védőoltást ebben az időszakban, mondta a járványügyi osztályvezető. A gyógyszertárakban történő oltakozás európai gyakorlat, amely célja, hogy csökkentsék a szezonális influenza és léguti megbetegedések számát. Kárpátalján idén, a január-februári időszakban 60%-kal léptük túl a járvány küszöböt. Ez idő alatt közel 27 ezer ember esett át vírusos megbetegedéseken, jelenleg a helyzet stabil. A megbetegedések száma már második hete a járvány küszöb alatt van. A jelentett esetek száma szintén normalizálódott, és nem haladja meg a négyezret. Az összesített mutatók 21%-kal vannak a járvány küszöb alatt. A járványügyi szakértő hozzátette, hogy az utóbbi két hónapban a betegek 55%-ánál diagnosztizáltak bélfertőzést, 22%-ánál tuberkulózist, 9 személynél leptospirózist, 5 betegnél pedig lyme -kort.